Üdvözlöm a Blikk olvasóit, illetve követőit. Dalpremierrel érkeztünk, bár a dal már megjelent, úgyhogy bizony, annyira nem premierezünk. Az Animal Cannibals van itt, amit látjátok. Hát, hogy június 1-én jelent meg. Meg ugye 10-e. 10-e van, igen, úgyhogy még most belefér. 10 napja. Hát szerintem ez mindig is aktuális. Igen. Egészen addig, amíg ki nem jöttek az új dallal. Így van. Erről is fogunk beszélni, nem sokára. Mindenről fogunk beszélni, ugyanis egy nagyon fontos kérdést tisztázni fogunk. 30 éves az Animal Cannibals, de nem 30, mert 89-ben alakultatok, ami már 32, viszont 90-ben jött ki az első számotok. Számháborús. Úgyhogy számháborúzunk. 25 idősebbek vagyunk. Igen, ezt tisztázni fogjuk ezeket a dolgokat, mert hogy könyvet is írtatok, jó vastag, az is itt van, meg fogjuk nézni a videoklipet is és mindent. Most viszont hallgassunk bele a videoklipbe, meg nézzünk bele, hogy hogyan sikerült. Én folyamatosan nekem a refrén pörög a fejemben. Igen, Budapest nyáron mindig szabadabb, úgyhogy nézzük meg. Érdekessége egyébként, hogy 2008-as felvételeket is tartalmaz, a többi felvétel pedig tavaly készült. Mi már készültünk az újranyitásra. Na, hát akkor nem lőjük le a poént, nem leülünk és beszélgetünk, illetve... Csak mondom zárójában. Igen, tehát most már ott is lehet minket nézni? Persze, mert ugye hoppácska. Mi, hogy mondjam, mi nagyon figyelünk, állandóan figyelünk arra, hoppá, hogy erre is figyelünk. Erre is figyelünk, de jó, hogy milyen jó reflexed van. Mindenki egyből mindenféle infóról tudjon. De dolgoznak egy csomóan most. És hát nem vagyok alacsonyan. Nem baj egyébként, mert hogy... Igen. Nem, hogy olyan súly miatt van. Tehát, hogy nem, azért tudod állítani, itt van egy ilyen kar. És egyetek. És... Most te is lejjebb mentél? Igen, tehát nem csak zenével kedveskedünk idén, és ez sokkal fontosabb. Van egy ilyen könyvünk, úgyhogy ami már a tiéd. Komolyan? Igen. Ezt megkaptam? Igen. Tényleg? Én nem mertem szólni nektek, hogy hozzatok nekem egy könyvet. Mi egyébként. Ilyen rendesek vagyunk, és minden változik, a lényeg nem. Viszont akkor nem az lett a címe, amiről beszélgettünk, hogy 1 milliárd másodperc az Animal Cannibal az életébe, vagy valami. Igazándiból sok cím jött szembe, és aztán leteszeltük a kedves rajongóinknál, ugye mi nagyon sokat szoktunk velük kommunikálni. És ott valahogy az nem ment át, viszont az, hogy minden változik a lényegnek, annyira jellemző ránk, és ugye bejöttük a keresőbe, és igazából csak minket hoz fel ezzel a dologgal, pedig hát ezt nem mi mondtuk ki először valószínűleg a világtörténelembe. Úgyhogy ettől függetlenül is úgy gondoltuk, hogy ez egy tök jó cím, a rajongók is így gondolták, hogy ez a címe. Jaj, de jó. Hadd mutassam meg neked, és a live-ozóknak pedig majd így eltakarom, hogy rögtön úgy kezdődik a bevezetés után a könyv, hogy a Richie-ről egy egész alakos meztelen kép. Jaj, de cuki! De miért? Mutassuk, és büszke vagyok az egész alakos meztelen fotóra. Így, ezt itt... Miért? Itt kitakartuk ezt a részt. A korabeli Photoshop, hogy víz van. Igen, ott víz. Jaj, de arra, óvoda, iskola, rep, minden van itt. Hát igen. Jaj, de jó, tök jó. Igen. A KH-tól kezdjük gyakorlatilag a könyvet, és hát elmegy a napjainkig, tehát megnézzük az utolsó oldalakat. Igen, egyébként, igen, ilyen hosszú. Az 2021, benne. Tehát 2021-ben is vannak történések, és na, is. De izé, matekozó. Na, ezt hogy csináltuk, hogy a könyvnek a borítója, az benne már benne van a könyvben. Azért ezek ilyen nagyon nagy csodák. Lehet, hogy ez tudatos volt. Elmondjuk a te kapcsolódásodat ehhez a könyvhez? Hát én most fogtam és kapcsolódtam. De nem, mert hogy neked van személyes kötődésed is. Nem tudja szerintem. Ő nem tudja? Nem, azt nem tudja, hogy benne van a könyvben. Tényleg? Szerintem nem tudja. Én nem mondtam. Én ez meglepetésnek mondtam, de kik, hogy jogod?
Hát én akkor mondjátok el, mert most már érdekel a dolog. Mi a személyes Magyarország egy kis falu, azért ezt tudjuk. Igen. Igen. Hát, itt mindenki ismer mindenkit, a szomszédtól elkezdve a rokonság összeér gyakorlatilag. És hát minden jelentőségteljes mozzanatot beleírtunk ebbe a könyvbe. Igen. És a korai szárnyalásunknak az egy meghatározó pontja volt, hogy annak idején Budapesten volt egyetlen egy olyan diszkó, ami tényleg ilyen legendás volt, és ódákat zengtek róla, ez a Csillagfény diszkó a Petőfi csarnokban. Jó, Istenem, apukámat beleírtál. És apuci ott volt DJ, és ő konferált fel minket. Az és első meg nagy, a hanganyagban is egyébként. Első igazán nagy fellépésünket édesapád konferálta fel. Mindjárt meghatódok, komolyan, nem sírunk. Őt is beleraktuk és beleírtuk, úgyhogy van személyes kötődésed ehhez. Nem tudom, hogy akkor már éltél. Hogy éltem, hát na most ezért mondtam, hogy matekozzunk, hogy 89-ben alapultatok, igen. De 90-ben jött ki az első dalotok, sőt, hát nyilvánvalóan azért emlékszem még gyerekkoromból a pályafutásotokra, azért eléggé sokat voltatok együtt apuval. Még egy évszám, 95-ben jelent meg az első lemezünk, tehát hogy nem elég, hogy 89-ben alakultunk, de 95-ben jelent meg a Takarítónő, és akkor onnantól ismer minket többen, mert tehát azért mondtam, ne is menjünk bele tényleg a számháborúba, itt a könyv. Igen, és akkor 25 plusz az a lényeg. 25 plusz, mert igazából minden évben, innentől kezdve a 25. évfordulónkat fogjuk ünnepelni. Például idén több 25-ös csoda történt, tehát 25-ös évforduló. Egyik például a Kannibál című fantasztikus lágerünknek az évfordulója, és hát csak a Blicknek a nézőinek gyorsan elmondom azt, hogy készül belőle egy remix, egy igen ütős remix, úgyhogy rá fogunk térni. Érdekes egyébként, hogy mostanában úgy volt egy ideje az embereknek, és így bezárkóztak otthonra, és a számítógépen mi azok a fajta srácok vagyunk, akik így közkincsét tettük az összes dalunknak az akapelláját, azaz csak a szövegsávját. És aki otthon bingizik kicsit zenével, és rákeres arra, hogy magyar vagy akapellák, és hogy meg lehet-e ezeket használni, és lehet használni őket, és hát biztos szeretnek is minket. Igen, nem adok még két évfordulót, bocsánat, csak a 25-ös szám bűvöletében, hogy miért jó ez. Hazafelé az útveszélyes című. Igen. 25 éves lesz, igen. Most ezen gondolkodtunk. Ezért sokszor lehetne mostanában már énekelni, hiszen megnyitott minden, és abszolút. Most már egyre több ittas ember közlekedik este az utcákon, úgyhogy... Én nem tudom, mert nincs kijárásim. Van kimenőd? Kimenőd van? Van. Hát már nem kell, de már nem is. Kell az a kijárás. De nem kell már, mert hogy eltörölték, úgyhogy lehet itt bulizni. Bocsánat, neked védettségid van, nem kijárásid. Tényleg? Igen, védettségid. De akkor be vagytok oltva. Én már megkaptam az elsőt, Kuka, hát a Kuka az... Én annyira áttestem rajta, hogy nekem két kártyát küldtek. Igen, annyira durván. Úgyhogy nekem két kártyám van. Most ez komoly, de tényleg? Igen, igen. Kettő kártyát kaptál? Igen. Mert hogy elkaptad egyszer a betegséget, utána meg beletél egyszer oltva? Kaptam el. Egyszer kaptam meg két napig, és akkor így mind a két napra kaptam egy kártyát, nem tudom. Tehát valahogy a rendszer... Nem de nekünk a rajongóink azt mondták, hogy mi hülyessége vagyunk beoltva. Tehát ezt meg nem tudom cáfolni. Tudjátok, mi a titkotok? Egyébként. Tudjuk, de nem mondjuk el. De nem, hogy nagyjából, hogy azért tényleg akárhogyan is nézzük, 30 év, 31, 32, teljesen mindegy, 25 plusz. Még mindig szeretnek titeket, még mindig együtt vagytok, még mindig alkottok, új számok jönnek ki, azért erre nem képes Magyarországon senki. Na de mi a titok, akkor mondtad? Én tudom. Egyrészt bennem a könyvben, tehát itt olyan szinten beengedést teszünk, hogy adunk a kedves olvasóknak, hogy ha egy ilyen profilkészítő ezt így elolvasná, utca házszám alapján megmondaná, hogy hol lakunk, és gyakorlatilag az egész családfánkat lerajzolná. Kitárulkoztatok ezeket. Elég durva, és szerintem... Hogyha... Annyira nem egyébként, tehát hogyha blikkes szemmel kell nézni, családjainkról nincs ezt fotó benne. Ezt akartam mondani a kitárulkozásról, hogy a magánéletetekre azért nagyon vigyázzatok. Szakmai De rólunk azért... Rólunk minden. Rólatok minden, csak a magánéleteteket tartjátok. Majdnem minden. Olyan sok híresség van, aki mutogatja gyermekét, feleségét, férjét, mi nem akarunk felökülni, ezt hagyunk nekik helyet, hogy hadd teljesítsenek ki. Hát akkor nem fogjuk megismerni a gyerekeket. Pedig, de igaz, egy másik pedig sokan van. Gyere hozzánk. Pedig sokan van. Tényleg a grillezés, grill szezon van egyébként. Pont most jutott eszembe, hogy a lakótelepen grilleztek a kinn a teraszon. Bizony. Hogy ez még mindig tart? Mivel elköltöztünk, már egyikünk sem lakik panelben, úgyhogy ez most már nincsen meg. Cserébe van egy picike kis zsebkendőnyi terület otthon a családi ház előtt. Ott azért szoktunk, hát a Kuka az most már ilyen, hogy mondjam, ilyen amerikai filmekben élő módon. Neki már kerti hűtője is van. Én már nem is grillezésnek, én már barbecuezásnak hívom. Na de azért, mert a Szél Tamástól tanultatok, nem? Hát ez nagyon sokat segített, azért az biztos. Hát azért most profitol. A virslit meg tudom így fordítani, azért az. Igen, úgyhogy nagyon profilek. Én a vízből se tudom néha kivenni a virslit, mert kell mindig kicsúszik a villáról. Nem, jó vagyunk. Tehát tényleg a tavalyi év erre adott lehetőséget, hogy amikor eddig rohangáltunk hétvégente mondjuk,
az ország mindenféle pontjából és színpadán, akkor most volt a tavalyi évben arra lehetőség, hogy otthon egy kicsit családi körben grillezni. Ha mutassa meg, ahogy is grillezel, igen. Mert az annyira... is volt fotó. Mindenről van fotó. Mindenről is van fotó. Igen, ez egy fontos dolog volt, hogy ne csak úgy vaktába írjunk össze dolgokat magunkról, hanem tényleg olyan dolgokat, amiket fényképpel tudunk dokumentálni, hogy valóban igaz. Itt vannak fölül a kuka éppen. És ez a ricsi paprikás krumpli a középen. Ó, de jó. De úgy tűnik, mint a kukáé lenne. Most jó, mert ebédidőben vagyunk, tehát, hogy aki éppen nem a napfogyatkozást nézi, bár mi nem látunk belőle egy az ablakon keresztül semmit. Meg a felhők miatt sem, de egyébként ez nem is igazi napfogyatkozás. Részeges napfogyatkozás. Részeges napfogyatkozás, mert hazafelé az út veszélyes. Na jó, tényleg ragadós egyébként a hülyeség. Néha, amikor veletek vagyok, akkor rám is rám ragad, ami viszont nagyon jó, de ti állandóan mindig ilyen viccesek vagytok? Otthon is? Nem hiszem, hogy mi viccesek vagyunk igazából, csak mindig van bennünk egy kicsi energia, meg ilyen belső csí hajt minket, hogy alkossunk, mert igazából... De ha az a kérdés, hogy tudunk-e mosolyogni sokat, akkor igen. Van kedvünk mosolyogni, de egyébként nem, most sem mosolyogunk, csak hülyeséget beszélünk. Igen, pedig egyébként visszatérve arra, hogy egyébként egy kis személyes dolgot azért mondjak, hogy 45 évesek voltatok tavaly. Uh-huh. Pont a pandémia kellős közepén, és ez nyilvánvalóan kinyúlt akkor idénre is, hiszen áprilisban ünnepeltétek valahogyan így, tehát igen, még idén sem sikerült akkor ezek nem szerint. Nem volt még buli, hogy igazából ilyen szünnepbuli, se tavaly, se idén, úgyhogy valószínűleg jövőre, ha úgy hozza a helyzet, akkor duplán, triplán kell bulizni, de azért... hogy mondjam, mi most a nagy nyitásnak, ugye nem véletlenül jött ki most a Budapest nyáron sokkal szabadabb című videóklipünk is. Mi nagyon örülünk már annak is, hogy szórakozó helyek nyitnak, és akár a nem oltatlanok is elmehetnek teraszokra bulizni. Mi még nem látjuk a naptárban azt az óriási nagy felívelést, amit ugye elvárhatnánk, mert ugye igen, sokan még tartanak kérdezni a vírustól, de ettől függetlenül már tényleg úgy vagyunk vele, hogy ősszel még akár még egy jó szezon is lehet. Annyi kulisszatitkot egyébként az előző dallal kapcsolatban hadd áruljak el, hogy mi azért szeretünk mindenhol, ahol megyünk személyesen, még személyesebbé tenni a fellépéseinket és a dalainkat. Éppen ezért, amikor Szegeden jártunk, akkor a Budapest nyáron sokkal szabadabbat, hogy ne érezzék azt, hogy itt a fővárost akarjuk mi reklámozni. Átneveztétek igen, Szegeden. Igen, átneveztük, és ott mindig, mivel hogy Szeged a napfényvárosa, ő megkapta ugye ezt a státuszt, ezért mi ott úgy szoktuk előadni ezt a dalt, hogy Budapest nyáron sokkal Szegeden. Mert hogy Szegeden mindig süt a nap, Budapesten csak nyáron. Általában, és a szegedi DJ követte el ezt a remixet is, pont ezért, mert lehet, hogy neki ez akkor egy picikét így beívódott, és még jobban magának érezte, úgyhogy szeretjük Szegedet is. Igen, és úgy kezdtük egyébként az interjút, hogy jön az új dal, és hogy majd erről is beszéltek. Uh-huh. Az új dalok, a feldolgozások, amiket mondtál, vagy pedig jön egy teljesen új dal, új szöveggel? Sok mindenre készülünk, jelen pillanatban minden energiánk a könyvbe megy bele, hiszen... Még meg se jelent. Igazából még csak... Még 10 napunk van, nem, már csak 5 napunk van, bocsánat, hátra, hiszen hát akkor meg aztán maximálisan megtiszteltetve érzem magamat, hogy én már itt foghatom és megnézhetem. Vagy. És pont 15-én, 15 órától... És a Blikk olvasók is. Igen, a Blikk olvasók is premier előtt nézhetjük. Pörgessünk már bele, hogy még sosem sehol nem mutattuk meg, hogyha kicsit közelebb össze, akkor így belepörgettünk, hogy nagyjából hogy néz ez ki. Egyesével. 1700 fotó van benne, és gyakorlatilag, hát picikét több egyébként a szöveg, mint a fotó, azt megnéztük. És mindenről, ami velünk történt, arról ez. Viszonylag sűrűn, meg kifejtősen tudunk megmesélni. És ami még szintén érdekes, ugye 15-én fog megjelenni, 15 órától egy ilyen kis bulikát is fogunk tartani, ahol személyesen dedikáljuk, aláírjuk a példányokat. Úgyhogy aki ez érdekel, az a Facebookon bátran keressen meg az Animal Cannibals könyv premier eseményt, jelezze be, hogy ő ott lesz, és akkor várjuk sok szeretettel. Akkor aláírjátok nekik a könyvet. Persze, abszolút. Igen, neked is de nem jó. Sokára. Igen, ezt akartam kérni, hogy mindenképpen, mert hiányzik az aláírásotok innen, és nekem csak otthon van egy CD-m, amit aláírtatok nekem még valamikor a 90-es évek elején, úgyhogy az is nagy becsben van tartva, de ennek a könyvnek nagyon örülök, köszönöm szépen. Igen, úgyhogy még itt 95 előtt keresd majd a apukádról szóval. 94-ben vagyunk már. Egy-két ember egyébként már még megkapta ilyen szakmai de hát 90, azt mondtad 95. Ja, előtt. Ja, 95 előtt. Aha. Igen, meg lesz, igen. Meg lesz majd, megkeressem azt. Csak eddig azt mondták, akik megkapták ilyen
ilyen szakmai példányaikat, hogy, és elkezdték olvasni, még nem olvastál senki teljesen. Hát nem csodálom, mert azért ez olvasmányos. Hogy nagyjából 50 oldalanként azért szünetet kell tartani, mert meg kell emészteni azt a sok információt, olyan képet. Olyan infók vannak? Hát meg olyan sok. Tehát igazából nagyon tömérességedett a dolog. Tehát aki úgy gondolja, hogy szeretném beleásni az Animal Kernelből történeti magát, azért az készüljön fel, hogy ez nem egy ilyen egynapos vagy két napos az egyetlen első Blikk cikkünk. Blikk is van benne. 1994. Na. augusztus 22, akkor jelent meg az első cikk rólunk a Blikk hasábjain, úgyhogy ezt is beletettük természetesen. Úgyhogy van történelmünk egymással. Az biztos. Egyébként én is írtam rólatok nem csak a Blikkben, hanem még a mai nap idejében is. Hoppá. Azért nem keveset. Úgyhogy... Szerintem valahol itt lesz ez megemlítve. De ha most egyből nem találjuk meg. Ha egyből nem találjuk meg, akkor már nyugodt körülmények között én azért meg fogom keresni. Mondjuk még egy-két számot, 100 000 szó van benne, tehát 100 000 szó, ami azért picikét sok, és nagyjából ez egyébként... Hát még szerencse, hogy ja, itt van egyébként, mármint, hogy nem apukám, de hogy itt vannak a Sterbinski, Jován, Bárány. Igen, hát a régi öregek, az biztos. Jaj, Kareszt, ne haragudj, nem vagy öreg egy. Nem, csak hogy ők is rap, hip-hop DJ-ként kezdték még a munkásságukat annó, és mi jártunk a buliaikra rendületlenül. Úgyhogy, igen, minden benne van, és olyan dolgokat sikerült előre ásni a szekrény mélyéről, hogy még mi magunk is meglepődtünk, látom, hogy ezek megvannak. Látom Csicsolinát is. Na látod, ő ki van bezzegt a karva. Na hát persze, igen. A könyvben azért nincsenek durva dolgok ilyen szempontból. Tehát gyerekek is nyugodtan elolvashatják. Ti hol ismertétek meg egymást egyébként? Benne van a könyvben. Jól van, hát áruljunk el egy kis részletet belőle. Itt Petőfi csarnok környékén vagyunk, úgyhogy már lehet, hogy itt jók vagyunk. Mindegy. Meg fogom keresni. Úttörőházban találkoztunk mi még annak idején, mert még a IFI vezető képzésen mind a ketten részt vettünk. Valamikor a 80-es évek derekán, és ott találkoztunk. És első látásra barátság. És azóta is rendületlenül tart a barátság. Sosem vesztetek össze? Sosem abszolút. Voltak olyan? Hát ilyen szakmai vitáink azért vannak. Tehát a könyv kapcsán is például azért voltak olyan szituációk, sztorik, amit mind a ketten máshogy emlékeztetek. Akár a fejünkön. Ja, és ez nem is így volt, hanem úgy. Volt, hogy gyakorlatilag tényleg egyszer a kukának, egyszer pedig nekem a sztori. Nem nagy különbségek, csak ilyen kis apró nüanszi dolgokon múlott, és hogyha kukának volt nagyobb köze a sztorihoz, akkor inkább az ő verzióját tettük bele, hogyha pedig nekem, akkor pedig én. De általában a többségét ugyanúgy mind a ketten elraktároztuk a fejünkbe, tehát ritka volt az ilyen, de azért ez fontos elmondani még mellé, hogy ez a könyv azért elég régóta készült, tehát egy ilyen több mint 10 év óta készül ez a könyv. Igen, apró mert kicsi hogy léptekkel, tehát először ugye a fotók gyűltek, a cikkek gyűltek, aztán azokat nagyjából sorrendbe kellett tenni, utána elkezdődött az első 3-4-5 évnek a megírása, megnézni, hogy néz ki. Ki csinálta egyébként ezt a könyvet? Tehát valakit megbíztatok, akinek átadtatok egy dobozban a dolgokat, hát vagy pedig ti ketten raktatok mindent össze? Mi ketten voltunk az elkövetők, mert ugye lett volna egy olyan verzió is, hogy felkérünk egy nagyon tehetséges újságírót, aki gyakorlatilag leül velünk, és egy ilyen kellemes környezetben 1-2-3 hétig kifaggat minket, de... Vagy tovább, vagy 1-2-3 hónapig, vagy évig, ki tudja. De mi azt választottuk, hogy inkább nem sértünk a dologgal, tehát éppen tényleg az hogy éveken keresztül, amikor éppen volt időnk, nem voltak fellépések, feltöltöttünk, akkor mindig született egy 3-4 oldal, és aztán így lett ebből a 400 a végére. A kettőnk közötti munkamegosztás meg úgy volt, hogy nagyjából én voltam az, aki úgy összerakta, és a Kuka pedig ránézett, és aztán bologatott, vagy kiegészített. Ránézett és bologatott. Messziről ránézett, ha éppen voltál ideje, mert nem mindig volt ideje, mert azért. Mi ezt azért megszoktuk ebben a műfajban, hogy akkor válik hitelessé egy rapper, hogyha ugye a saját gondolatait adja elő, igen, és azt elhiszed neki, amiről beszél. Igen. Tehát, hogyha valaki a Rózsadombról beszél a gettóról, akkor azt nem annyira hisszük el. Hát, de igen. Nincs ezzel baj. Mi viszont tényleg megtanultuk, hogy mindenki magának írja a dalainkban is a szövegét, tehát nem mástól várjuk a megfejtést, és nem egymásnak írogatunk szövegeket, hanem mindenki a saját gondolatait rakja bele. Úgyhogy a könyvnél is adott volt az, hogy akkor a saját gondolataink legyenek benne, mert akkor lesz olyan, amilyet mi szeretnénk. Tehát akkor ez abszolút egy hiteles könyv.
Hát bízunk benne, és egyébként talán most még azért nem vagyunk annyira idősek, hogy a memóriánkban legyenek nagy zavarok, de ettől függetlenül lehet benne olyan, amiben tévedtünk, de úgy gondoljuk, hogyha már ketten ugyanúgy emlékszünk egy dologra, akkor az nagyjából valószínűleg úgy volt. Könnyen elképzelhető, hogy valóban úgy is tört. Meg azért van... akkor mered direkt hibákat, hogy majd lehessen második kiadás, és akkor majd lehet javítani ezeket. Igen, már az első kiadás az viszonylag hamar el fog fogni, direkt így tervezzük, hogy... 2021 darab készült összesen. Tényleg? Ugye mindig vannak ezek a könyvek, hogy hú, az első kiadás, az első... Na, ez egy ilyen könyv akarom. Van kedvenc sztoritok benne? Hát, rengeteg sztori van, több ezer. Amikor megkérdezel valakit, hogy a két kutyát közül... De van, de mondd, hogy van kedvenc sztori, igen. A, melyik? Melyik a kedvenc sztori? Mutatom. Igazából csak fel a könyvet, és akkor... Csak fel, és azt mond. Itt. Na hát, ez nagyon jó. Ez is egy nagyon jó sztori volt. Például itt a Roxy Rádió annak idején elvitt minket Ibizára, mert hogy a Viva Plus TV-n nekünk volt egy műsorunk a Vízóra. De ne arról beszélj, egyre föntebb beszélj, hogy a Vörös téren. Mi már akkor találkoztunk a Sputnikkal, mert hogy a Hotel Sputnikban laktunk Moszkvában, oda is a Vízóra című műsor miatt mentünk el, és egy, mondjuk ez egy jó sztori. Na, itt egy autót láthattok, ami igazából egy mentőautó kint Moszkvában. Egy Volga. Mi azt hittük, hogy ez egy taxi, és leintettük, hogy taxi, és mikor láttam a vörös keresztet, akkor mondtam, jaj, bocs, mehet tovább. A többiek meg nem engedték, mert négyen voltunk, és mondtam, nem engedték, ne engedd már el. És az általános iskolában megszerzett orosz tudásunkkal megpróbáltuk elmondani neki, hogy mi ezzel a taxi, vagy ezzel az autóval, nem taxival, mentővel szeretnénk eljutni a Hotel Sputnikhoz. Úgyhogy mi beültünk úgy négyen, hogy ugye volt mellette egy sofőr segédülés, hátul két orvosülés, és egy valakinek a hordágyon kellett feküdnie. És még ezek után úgy szakadtunk a röhögéstől, hogy még meg is akartuk kérni, hogy a szirénát valahogy kapcsolja be. Ezt valahogy úgy tudtam oroszul prezentálni neki, Nino, és akkor csak ennyi, hogy da. Aztán nem kapcsolta föl, de mentőautóval megérkezni egy szálloda felhajtójára, és ott kiszállni abból. Legendás. Tehát ilyen sztorik, és ehhez hasonló, egyébként ez Gagarin szobra. Azt is megnéztük ott. Ez egy olyan magas, mint amilyen a MOL épülete lesz majd, tehát ilyen brutál magas. Brutál magas. Nagyon jó helyen Moszkva egyébként, ha már ilyen turisztikai magazinba átcsaptunk. Érdemes elmény, egészen más világ, mint Magyarország. Karaoke villamos volt. Hát abban az időben, amikor ti mentetek, akkor már kezdett jó lenni. 2001. Ez 2001. Ez 20 éves történet, és igazából tényleg... Nem az a kiszámítható nyugat, amire az ember ugye elmegy Ausztriába, Németországba, Londonba, bárhova. Ott tudjuk, hogy mi várja az embert, na itt nem. Itt nem tudtuk, és az az érdekessége, csak hogy mennyire sűrű az életünk, vagy mennyire volt sűrű az életünk annak idején. Tehát a zenekar mellett mi bevállaltunk egy nyári tévéműsort, itt a Vízórát. Uh-huh. Egyik héten elmentünk Moszkvába forgatni, hazajöttünk, forgattunk egy hetet a Balatonnál, majd a rákövetkező héten már Ibizán forgattunk, a Roxy Bizával, ahol vicces volt, mert a helyi menő DJ-k hozták a lemezeiket, és a Ricsi is a hungarotonos kiadványokat elhozta magával, úgyhogy régi sanzon zenékkel és... Szétsipált, süsű sárkányt az ibizai tengerparton. Kevertem Bolirollal és Fenyőmi kivel. Hát ez volt úgy az én szettem, de egyébként élték, mert végre nem az a úgynevezett tuc volt, hanem volt valami. Volt valami dallam. És mindenki fölállt, és mindenki örület szerette. Volt. Fölálltak és kimentek, vagy pedig fölálltak és táncoltak. Tengerparton volt ugye a DJ pult, úgyhogy igazából nem, bementek a vízbe, akinek nem tetszett. Na hát az a helyzet, megmondom őszintén, hogy lassan itt az időnk végéhez érünk. Pedig még órákig, napokig tudnánk beszélni. Hát 30 év. Igen. Plusz áfa. Akkor 25 plusz áfát tudnánk mondani, meg beszélni, tehát hosszú-hosszú órákon keresztül tudnánk a könyvről is beszélni, meg rólatok is. Én szerintem még jöttök az én utcámba. Olvasd el, és ha van kérdés, azonnal jövünk és megválaszoljuk. És akkor megbeszéljük ismételten. Hogy volt az, hogy? Illetve a Blik olvasóinak mondom, hogy érdemes a dalt is megnézni, amiért eredetileg jöttetek, és táncolni rá, hiszen Budapest nyáron sokkal szabadabb, és ennek jegyében ma este 10 órakor a Yellowból jelentkezünk Körtisszel és Szabó Ádámmal, úgyhogy este 10 órakor még csengetem itt a Facebookot, úgyhogy aki szeretne egy picit bulizni, az tartson velem este 10 óra. Én megnézem a napfogyatkozást. Sziasztok! Már vége van. Már vége? Hát ez gyorsan. Gyorsan? Igen, részleges. Na mit látsz? Nem látom! Azt mondták, hegesztő szemüvekkel, az meg nincs. Az meg nincs, de felhő is van. Nézzétek a klipet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a Blik olvasóknak, hogy velünk tartottak, és este találkozunk újból. Sziasztok! Hello!